csodálatos univerzumban élünk. De gondolkodtál már azon, hogy miért is létezik? Vagy miért létezik egyáltalán bármi? Gottfried Leibniz szerint az első kérdés, amelyet jogosan feltehetünk, a következő. Miért létezik valami a semmi helyett? Ő arra jutott, hogy a magyarázat nem más, mint Isten. De vajon észszerű ez? Minden létező létezésének van magyarázata. Ha az univerzum létezésének van magyarázata, akkor a magyarázat Isten. Az univerzum létezik. Ezekből logikusan következik, hogy az univerzum létezésének magyarázata Isten. Az érvelés logikája kézenfekvő. Amennyiben a premisszák igazak, a következtetés szükségszerű. De vajon nagyobb valószínűséggel igazak, mint hamisak? Ha valóban az igazságot keressük, akkor a harmadik premissza tagadhatatlan. De mi a helyzet az elsővel? Miért nem mondhatnánk, hogy az univerzum csak úgy van, és kész? Nincs szükség magyarázatra. Vita lezárva. Képzeld el, hogy egy barátoddal kirándultok az erdőben, és a földön találtok egy fényes gömböt. Bizonyára kíváncsi lennél, hogy került oda. És furcsának találnád, ha a barátod azt mondaná, hogy nincs oka a létezésének. Ne gondolkodj rajta. Csak úgy itt van. És ha ez a gömb nagyobb lenne, akkor is ugyanúgy magyarázatra szorulna. Ha univerzum nagyságú lenne, a méretbeli különbség akkor sem indokolná, hogy ne magyarázzuk meg a létezését. Ez a fajta kíváncsiság nagyon is tudományos és ösztönös. Persze mondhatnánk, hogy ha minden létező létezésének van magyarázata, akkor mi a helyzet Istennel? Őt nem kell megmagyarázni? És ha nem kell, akkor az univerzumot miért kellene? Erre válaszolva Leibniz a létező dolgokat szükségszerű és esetleges csoportra osztja. Azok a dolgok, amelyek szükségszerűek, a saját természetük szükségszerűségéből adódóan léteznek. Egyszerűen lehetetlen, hogy ne létezzenek. Számos matematikus úgy gondolja, hogy az elvont fogalmak, mint például a számok és a halmazok, ilyen módon léteznek. A létezésük oka semmi másban nem keresendő, a saját természetük szükségszerűségénél fogva léteznek. Azok a dolgok, amelyek esetlegesek, valami másnak köszönhetően léteznek. A legtöbb általunk ismert dolog esetlegesen létező. Nem kell létezniük. Azért léteznek, mert valami más létrehozta őket. Ha a szüleid sosem találkoztak volna, akkor te sem léteznél. Semmi okunk sincs azt feltételezni, hogy a körülöttünk lévő világnak léteznie kell. Ha az univerzum máshogy fejlődött volna, akkor lehet, hogy most nem lennének csillagok vagy bolygók. Logikailag lehetséges lenne, hogy az univerzum ne létezzen. Hiszen nem szükségszerűen, hanem esetlegesen létezik. De ha lehetséges lett volna, hogy ne létezzen, akkor miért létezik mégis? Az egyetlen elfogadható magyarázat egy esetleges univerzum létezésére az, hogy egy nem esetleges létezőtől származik. Valamitől, ami a természete szükségszerűségénél fogva nem tud nem létezni. Olyas valamitől, ami mindentől függetlenül létezik. Tehát minden létező létezésének van magyarázata, akár a természete szükségszerűsége, akár valamilyen külső tényező. De mi a helyzet a második premisszával? Vajon észszerű dolog az univerzum magyarázatát Istennek nevezni? Nos, mi is az univerzum? Az egész egy téridő valóság, amely minden anyagot és energiát magába foglal. Ebből következik, hogy ha az univerzum létezésének oka van, akkor ez az ok nem lehet az univerzum része, tehát nem fizikai és nem anyagi, valamint téren és időn túlmutató. Ezekkel a feltételekkel viszonylag kevés lehetőségünk maradt, tekintve, hogy az elvont fogalmak semmit sem képesek létrehozni. Leibniz esetlegességi istenérve szerint az a tény, hogy az univerzum létezik, egyedül Isten létezésében nyer értelmet.
vagy ha nem szívesen használod az Isten szót, egyszerűen úgy is nevezheted, hogy rendkívül hatalmas, nem létrehozott, szükségszerűen létező, nem esetleges, nem fizikai, örökkévaló létező, nem anyagi, aki az egész univerzumot alkotta, és mindazt, ami benne van.